Üdvözlünk mindenkit, ez egy újabb hírösszefoglaló a 20. hét érdekesebb bejelentéseiből, de én úgy gondolom, hogy ti ezt már kívülről fújjátok, úgyhogy inkább lököm is a témát. Jó szórakozást! Kiderült, hogy mikkel is készülhet az E3-ra a Microsoft. Bemutatkozhat a Rise 2, a Forza Horizon 2, a Halo 5, de az Epic Games is készül egy friss címmel. Szintén ott lehet a színpadon a Gears of War Lazarus, a Fable Legends, a Quantum Break, a Sunset Overdrive, de kibővül a Games with Gold akció is, sőt az Xbox One-ról is kiderülhet ez az. Szintén várhatunk még egy Crackdown Skyline bejelentést, a Call of Duty Advanced Warfare sem maradt távol, sőt még egy Fallout 4-ben is lehet reménykedni. A Warside egy 2D science fiction shooter, amit a készítők alaposan megtoldottak RPG elemekkel és multiplayerrel. Választható és fejleszthető kasztok, képességek és rengeteg fegyver, valamint páncél vár az ő jelölt katonákra. A játékra a Steam Greenlight-on lehet szavazni. Május 23-án startolt el a Machinima YouTube csatornáján a közösségi finanszírozásból készült Street Fighter Assassin's Fist, ami kizárólag rajongók készítenek, méghozzá rajongóknak. A minősége pedig meglepően színvonalas. A Warhammer 40.000 Carnage egyelőre kizárólag iOS-re érkezik, és egy oldalnézetes akciójátékot tisztelhetünk benne, méghozzá 7 dolláros áron. Később egyébként nem elképzelhetetlen egy androidos változat sem. Free-to-play rendszerekkel fut be mobilokra a Castle Storm, ami ugyanazt a játékélményt hivatott meghonosítani a kezünkben, mint amivel a nagyobb masinákon is operált. Reméljük, hogy a mikrotranszakciók nem fogják a kedvünket szegni. Május 21-én jelenik meg iOS-ra és Androidra a MacGyver Deadly Descent, amiben régi kedvencünkkel kell mindenféle megoldhatatlannak tűnő helyzetből kiverekedni magunkat. Végre ragasztószalagból, rágóból és gémkaposból csinálhatunk majd magunknak egy gépágyút. Don Mess, a Sony Computer Entertainment terméktervezési igazgatója szerint nem éri meg komoly játékokat fejleszteni a PlayStation Vitára. Szerintük sokkal jobb megoldás a Remote Play, illetve a PlayStation Now, amikkel PlayStation 4-es és PlayStation 3-os játékokat tolhatunk a kézikonzolon. Az Electronic Arts bejelentett egy halom olyan játékot, amikkel június 30-ától már nem multizhatunk, többek között a GameSpy leállása miatt. A kiadó egyébként sajnálja a dolgot és dolgozik pár komolyabb cím megmentésén, de addig is próbálkozunk olyan programokkal, mint mondjuk a Game Ranger. A Crossing the Light története szerint hősünk élet és halál között reked, és addig nem fog örök nyugalomra lenni, míg meg nem menti szerelmét. A CryEngine által meghajtott FPS-ben szívünk hölgye egy terrortámadás áldozata, főszereplőnk pedig különféle álmok segítségével indulhat a megmentésére. Az alkotás PC-re, PlayStation 4-re és Xbox One-ra érkezhet. Az augusztus 19-én megjelenő Diablo 3 Ultimate Evil Edition nem csak PlayStation 3-ra és PlayStation 4-re, hanem Xbox 360-ra és Xbox One-ra is megjelenik. Az alapjátékot és a Reaper of Souls kiegészítőt tartalmazó csomagban helyt kap még egy Apprentice játékmód is, amiben az alacsonyabb szintű kooperatív társaink egy ideig durvább képességekkel rohangálhatnak a balansz érdekében. Androidra is megjelent a Half-Life 2, illetve a Portal, a dolog egyetlen szépséghibája, hogy a két kedvenc csak és kizárólag az Nvidia Shield-jén fut. Az áruk egyébként 3000 forint, és az ígéretek szerint ugyanazt az élmény nyújtják, mint a PC-s változatok. Az A Story About My Uncle május végén jelenik meg Steamen, a játékban pedig eltűnt nagybácsikánkat keressük, aki egy meglehetősen furcsa világba került. A belső nézetes kalandban Fred bácsi találmányaival érvényesülhetünk, miközben hihetetlen helyeken fordulunk meg. Természetesen minden befolyásol mindent, de erőszakra senki ne számítson, itt inkább a felfedezésen és az ügyességen van a hangsúly. 1994-ben rajtolt el a Need for Speed sorozat, ami azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A 23 résszel büszkekedő sorozat volt fent és lent is, sőt még egy mozifilmet is forgattak a témában, most pedig egy videós összeállítást kaptunk, ami a 20 éves évfordulót hivatott megünnepelni. A 4A Games bejelentette, hogy Máltán nyit egy új stúdiót, amihez csatlakozik majd a társalapító és kreatív direktor, valamint a technikai igazgató is. Eközben kiderült az is, hogy több eddig még be nem jelentett Metro játékon dolgoznak a srácok, úgyhogy a rajongók már kezdhetnek is örvendezni. Gondolom senkit nem lep meg, de azért elmondjuk, hogy a Drive Clubban is találhatunk majd mikrotranszakciót, amit a játék direktor erősített meg. Azt azért jó tudni, hogy csak és kizárólag verdákat feltünk, azaz plusz előnyökre nem igazán tehetünk szert, inkább csak gyorsíthatjuk a játékunkat. Már javában kalapálják a The Elder Scrolls 5 Skyrim grafikájával ellátott The Elder Scrolls 4 Oblivion-t, és bár még sok vele a meló, a The Elder Scrolls Renewal csapata nem lankad, és egy kis látnivalót is szolgáltatott a műből. A projekt jelenleg 0.2-es verziónál tart, még nem is játszható, de már most is szépen mutat.
Ezúttal is elfogtunk egy álhírt, mégpedig, hogy a Ubisoft bejelentette a Far Cry 4-et, és ahogy a sejteni lehetett, a Himalájában fogunk kalandozni. Ha előrendeljük a játékot, akkor kaphatunk majd ajándékba egy Sherpa DLC-t, amiben hűtársainkkal együtt kell megmásznunk az egekig tornyosuló hegyeket, ráadásul külön achievement jár majd azért, ha légző készülék használata nélkül abszolváljuk a feladatot. Azért vigyázzunk, mert lavinák is keresztezhetik útunkat, ha pedig egyik betemet minket egy faházba, akkor maga David Hasselhoff is megjelenhet a porondon, hogy megkeserítse az életünket. Oh, David. Köszönjük szépen figyelmeteket műsorunknak, már is a végére értünk, de jelentkezünk ismét hamarosan, addig azonban pihenjetek, strandoljatok, nyaraljatok, szórakozzatok és természetesen game TV-zetek. Sziasztok!